Isten hozott mindenkit. 2017 van, és vasárnap, azaz egy újabb példázatot fogunk megnézni Jézus példázatai közül. Ez pedig az elveszett jó példázata lesz. Eddig kronológiai sorrendben mentünk a példázatokban, és hát remélhetőleg végig abba fogunk menni. De az eddig vett példázatok mégis, hát úgy is mondhatnám, hogy kiemelkednek, ugyanis ez Máté 13. fejezetében voltunk, és ott Máté nagyon szépen összegyűjtötte egy csokorba azokat a példázatokat, amikkel egy kereszténynek az ő élet útján először kell, hogy találkozzon. Arról volt szó eddig, hogy ha valakit Isten elhív, beállít, behív a munkájába, akkor mi az, amit neki Isten országáról tudni kell? Hogyan kellene a munkának neki állnia? És ez egy kerek egész volt az eddig, egy kerek egész. Nem zárult le, hiszen folytatódnak tovább a példázatok, és minden egyes példázat valamilyen módon, valamilyen mértékben hozzáad ehhez a képhez, és Isten országáról beszél. De mégis egyfajta kerek egész, amit Máté ott, úgy is mondhatnám rossz szóval, lehet, hogy egy kicsit félreérthető, hogy alkotott. Természetesen nem ő alkotta a Máté 13-at, azt sugallatként kapta, hogy úgy írja meg olyan sorrendbe, de azért írta meg olyan sorrendbe, mert Jézus is így mondta el. És amit ott tett Máté, és amit mi tettünk eddig, az volt, hogy a munka megosztásról beszéltünk. Az Isten országa kiterjedésért végzett munka megosztásról beszéltünk. És látunk három nézőpontot. Láttuk a tanítványi nézőpontot, elnézést, ami abból ered, hogy mit kellett tanítványnak, hogy kell tanítványnak hozzáállni Isten országa terjedéséhez? Mit kell arról tudni? Hogyan fog az megvalósulni? Ez a tanítványi nézőpont volt. Aztán utána egy következő, ugye fordult a kamera, egy következő nézőpont, a fogadónak a nézőpontja, aki hirdeti az evangéliumot, akinek a magot veti, melyik az a helyes hozzáállás, amit látnia kell. Melyik az a helyes indulat, ami egy megtérőt fogja jellemezni? És ezt kell, hogy tudja ma is. Sajnos ma például ezt az indulatot nem keresik a keresztényházak. Valaki azt mondja, hogy ja, megtértem, meg egy sztár véletlenül mond valamit Jézusról, hogy pozitívan áll hozzá a kereszténységhez. Egyébként ugyanolyan borzalmas filmeket csinál, ugyanúgy különböző ágyjelentek vannak a filmjében, és ugyanúgy csókolgat más embereket a filmvásznon, és ugyanúgy mond disznó történeteket a tévésokban, de egyesek hirdetik, hogy hát ő nagyon hú, de megtért. Meg hú, de nagy keresztény. Ha megtért volna, meg hú, de nagy keresztény lenne, akkor másképp viselkedne. Ugye, gyümölcséről lehet megismerni a fát, az ő gyümölcséről pontosan meg lehet ismerni, hogy nem tért meg. Nem úgy viselkedik, mint aki Isten képviseli. Nem úgy viselkedik. És nem nagyon keresik a mai egyházak, hogy úgy is viselkedjen. Ezért nagyon fontos, ezért két alkalommal is elmondja a reakciót. Két alkalommal is elmondja. És mi különvetjük a kettő direkt ezért. Megnézzük, hogy mi az a reakció, amit egy embernek, hogyha megtér, hogyha találkozik az evangéliummal, és az evangéliummal belekapaszkodik, és nem engedi el, és bárki bármit mond, és bármit csinálnak vele, akkor sem engedi el, mert ez jellemzi azt, aki igazán megtér. Ez jellemzi azt, aki igazán megtér, és majd megint fordult egyet a kamera, megint egy másik nézőpontot láttunk itt a Máté 13-ban, és azt láttuk, hogy az egész történelmet
egy nagyon egyszerűen elénk vetíti. Nagyon egyszerűen elénk vetíti az egész történetnek a zárását. Mint amikor az összes embert és mindent, ami bárhol éltek, összegyűjti egy háló, és utána megtörténik a válogatás. Megtörténik a szétválasztás, megtörténik a benépesítés. Erről beszéltünk az előző alkalommal. És ettől most csak, amint mondtam, részben szakadunk el. Ez egy kerek egész, de minden egyes példázat Isten országáról beszél valamilyen módon. Én is azért jött el, hogy erről az országról beszéljen. Hiszen ez az az ország, amit nem tudunk máshonnan megismerni, csak tőle. Ez a tudás, amit nem tudunk sehonnan máshonnan megszerezni. Nem tudjuk az Isten országának a tudását megszerezni a buddhizmusból, az iszlámból, nem tudjuk megszerezni innen, onnan, amonnan, sehonnan nem tudjuk megszerezni, csak egyedül Isten kijelentéséből, egyetlen kijelentéséből, ami az egész egyházra vonatkozik, és ami a Biblia. Csak innen tudunk meg Isten országáról dolgokat. Nincsen más dolog, nincs olyan sugalmazás, nincs olyan egyéb dolog, amivel megtudhatnánk bármilyen információt is. Bármilyen információt is. Akár a mennyről, akár a pokolról. Nincs semmi más információnk Isten országáról, csak az, amit a kijelentésben, a speciális kijelentésben kapunk. Hiszen Isten ország egy teljesen új, teljesen idegen ettől a bűnös világtól. Teljesen idegen. És minden egyes keresztény teljesen új, egy idegen helyzetbe találja magát. Ami csak fél idegen, mert ugyanebben a világban él, ugyanazok lesznek a ruhái, ugyanazok, ugyanabban az osztályban jár, ha mi iskolás, ugyanaz a munkahelyre megy, ugyanaz lesz neki a dolga, ugyanúgy, ugyanazt a történelmet, meg egyébet kell tanulnia. Nem fog semmi megváltozni, a tévében ugyanazok a műsorok mennek, az interneten ugyanúgy mindenféle dolog van, nem változott meg körülötte semmi, de mégis minden megváltozott. És ez ahhoz, hogy egy keresztény adoptálódjon ehhez az új helyzethez. Csak egyetlen módon tudja megtenni, hogyha Isten igéjét olvassa. És abból Jézus által adott kínálkoztatásokat, kijelentéseket magáévá teszi, és azok szerint él. És a következő három hétben három elveszettel fogunk találkozni. Fogunk találkozni egy elveszett juhal, egy elveszett pénzzel, egy drakmával, meg egy elveszett fiúval, ami utolsó történetet népszerűbb nevén tékozló fiúként is ismerjük, de eredetileg úgy kell nevezni, hogy az elveszett fiú története. És mivel bár mindegyik elveszett és megtalált dologról szól, ugyanaz, akár azt is mondhatnánk, hogy teljesen ugyanaz a poénja, teljesen ugyanaz a mondani valója mind a három példázatnak, de mivel megint csak Jézus háromszor mondta el. Úgy gondolom, hogy azt mondanánk Jézusnak, hogyha nem három alkalommal vennénk, legalább három alkalommal ezt a három példázatot, hogy az egyik az felesleges volt. Tulajdonképpen lehetett volna ezt a juhot meg a drakmát egybe is hozni, nem kellett volna mind a kettőt elmondani Jézus, és akkor egyszerűbb lenne a dolgunk, most sem szeretnénk ezt két részre bontani, hanem egybe megcsináljuk. Azt mondanánk ezzel, hogy feleslegesen beszélte Jézus. Túl sokszor elmondtad ugyanazt nekünk, értjük mi egyből is.
Az a baj, hogy nem jellemző ránk emberekre, hogy egyből nagyon értenénk valamit. Így hát háromszor fogunk erről a témáról beszélni. Természetesen mind a háromszor egy kicsit más aspektusból megvilágítva, de ugyanazt fogjuk megnézni. Olvassuk is hát a Lukács evangélium a 15. fejezetének az első 7 igeversét. Tehát Lukács evangéliuma 15. fejezet, első 7 igeverse. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolottak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Mindig fontos, hogy kinek hangzik el a példázat. Mert nem mindig az összes hallgató az elsődleges cél. Itt is megnézhetjük, és Jézus egyébként nagyon sokszor reagál valamire. Reagál valamire, ami a tömegbe történik, reagál valamilyen gondolatra, reagál arra, ami a fejükben van. Nagyon sokszor reakcióként mond el, tanít valamilyen helyzettel, ami az aktuális szituációnak a függvénye. De örökérvényű tanulságokkal jár. Mire reagál itt Jézus? Azt látjuk ebből a szövegből, hogy itt a zúgolódásra reagál. Zúgolódtak a farizeusok és az írástudók. És miért zúgolódtak a farizeusok és az írástudók? Azért zúgolódtak, mert amint a szövegünk mondja, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Azaz tulajdonképpen, mert közösséget vállal az erkölcsileg rituális tisztátalanokkal. Közösséget vállal azokkal, akikkel nem szabadna közösséget vállalnia. De egy kicsit nézzük meg jobban, hogy miért is zúgolódtak, vagy ez miért volt ok arra, hogy zúgolódjanak. Hát manapság azt mondanánk, hát persze jönnek ezek, ők is hallani akarják, de attól még mi is nem fognak minket kilökni onnan. Nekünk is van helyünk ott, szépen elférünk egymás mellett. De abban a korban ez nem így volt. Nem így volt. Mert mi is volt az zúgolódás oka? Illetve ez egyfajta vádlás is volt Jézusra nézve. Azzal vádolták Jézus, hogy azzal, hogy magához engedi a bűnösöket, ezzel tisztátalanná teszi magát. Hogy hagyja magát megérinteni a bűnösök által, ezzel tisztátalanná teszi magát. Továbbá azért zúgolódnak, mert így, hogyha ő ilyen embereket enged magához, akkor ők, a farizeusok és írástudók nem tudnak Jézussal közösségben lenni. Nem tudnak ott lenni, ahol ezek az emberek is vannak, mert akkor maguk is tisztátalanok lennének. De egy az, hogy Jézus tisztátalan teszi magát, de azáltal, hogy oda engedi ezeket az embereket, mi is tisztátalanok lennénk, ezért mi nem tudunk ott lenni. Jézus ezzel kizár bennünket az ő közösségéből, ezért elkezdenek zúgolódni. Pedig egyébként legerősebben itt a Lukács evangéliumában jelenik meg az, hogy
A farizeusok és az írástudók is vágytak Jézus társaságára. Gondoljunk bele, hogy 12 évesen, amikor Jézusnak meg volt a bar micvája, tehát teljesen nagykorúvá vált Jézus, és ott ezt prezentálta is a tudását a templomban, Jeruzsálemi nagy templomban, akkor véletlenül ott maradt, és beszélgetett. És mindenki csodálkozott rajta, hogy hát milyen tudás van ennek az emnek a gyermeknek a birtokába. Fantasztikus! Kisgyerek és itt oktat bennünket. Kisgyerek és olyanokat mond, amit lehet, hogy sejtették, hogy hát azért ott még biztos vannak homályos foltok, de amit megértett, az nagyon jó. De ő 12 éves korában a legfelkészültebb teológus túltanulta, vagy túlteljesítette volna. És a Lukács 7.36-50-ben látjuk, ahogy Simon házában van. Simon farizeus házában van. Igaz, hogy Simon nem bánik vele túl jól. De mégis meginvitálja, és meginvitálta a barátait, és együtt voltak, és hallgatták ki Jézus, és ott ült az asztalnál velük. És valamiféle kapcsolatot akart Simon Jézussal. Lehet, hogy nem tudta, hogy pontosan ki is ez, puhatolózik, meghívom, együtt eszem vele, vállalom vele a közösséget, ezzel, akit egyesek lenéznek, kinéznek, ugye Názáretből származik, nem is egy olyan család tagja, aminek nagy híre lenne, nem itt nevelkedett, nem valamelyik nagy rabbinak a tanítványa, nem egy fantasztikusan jó iskolából került ki, hanem valami mucsaröcsögei valahol zsinagógába tanulhatott, ki tudja kinél. És mégis Simon meghívja, és ott van nála az asztalnál. Aztán a 11. fejezetben, szintén Lukács evangéliumában látjuk egy másik farizeus asztalánál, ki szintén meghívta beszélgetni. Aztán a 14. fejezetben, ugyancsak a Lukács evangéliumában, látjuk egy főfarizeus házában egyéb másik farizeusokkal együtt ülve Jézust. A farizeusok és az írástudók igenis kíváncsiak voltak Jézusra, igenis kapcsolatba akartak lenni vele, mert valamit éreztek nála. Valamit éreztek nála. És szintén a Lukács evangéliuma közli, hogy farizeusok figyelmeztették Jézus arra, hogy Heródes el akarja fogatni őt. Figyelmeztették, meg akarták óvni Jézust farizeusok. Ugye, tehát általában nem ez a képünk van, ha a Bibliát, vagy különböző istentiszteleteket hallgatunk, nem ez a képünk van a farizeusokról, hogy ők meg akarják védeni Jézus, meg ők állandóan hívják vendégségbe, megvacsoráztatják, és egyéb különböző dolgok, hanem hogy üldözik. Igen, ez is volt, de volt a másik is. Volt a másik is. Az, hogy szerettek volna vele közösségben lenni. Tudunk Nikodémusról, tudunk egyéb különböző emberekről, akik rokon szenvedtek Jézussal. Tudunk róluk. De még sokkal több volt. 6000, nagyjából 6000, vagy több mint 6000 farizeus volt Jézus idejében. Több mint 6000 farizeus. És ott akartak volna lenni, nagyon sokan közülük ott akartak volna lenni Jézus mellett. Ott akartak volna lenni és hallgatni ők, de nem tudták. Nem tudták a sok bűnös miatt. Mert mindig bűnös emberek vették körül Jézust. A farizeusok ezzel nem tudtak mit csinálni. Nem tudtak mit kezdeni, nem tudtak oda menni. És nem értették. Nem értették, hogy mit csinál Jézus. Mit csinál ez a nagyon értelmes ember? Ez a fantasztikus tanító mit csinál?
Miért vesztegeti az idejét ilyenekre? Ilyen senkikre? Hát neki a nagy tudományos világba kéne valamit csinálnia. Nem valahol a porfészekbe, a senkik között, hanem az akadémián. Az akadémia tagnak kéne lennie. Miért nem az? Miért vesztegeti el az életét, az idejét ilyenekre, mint ezek az emberek? Zúgolódtak. Zúgolódtak. Nem tudunk oda menni Jézushoz. Mi megint ide jönnek, megint nem tudunk oda menni, nem tudunk, az árnyéka rám vetődik, tisztátalan leszek, mit csináljak? Nem tudok ebben részt venni, nem tudok, pedig hallgatnám nagyon szívesen Jézus, és nem tudom ezek miatt, az emberek miatt. Egy törvény szerint, egy rabbinikus törvény szerint a tisztátalan emberrel még akkor sem szabadott közösséget vállalni, ha azt a tisztátalan embert a Tórához közelebb vitte volna. A bűnösen még akkor sem szabadott leülni, beszélgetni, ha az a Tórához vitte volna közelebb. Ezekből a különböző törvényből, meg az itteni viselkedésükből látjuk Péternek az esetét is, amikor Pál megszitta, mert Antiókiában az egyik asztaltól átült a másikhoz Péter. Mert amikor pogányokkal volt együtt, jól érezte magát, Jézusról, Istenről beszélgettek, stb. Minden, bejöttek zsidó keresztények, és behúzta a fülét, farkát Péter, és átült hozzájuk. Átült hozzájuk. Mert benne volt ez, Péterben is benne volt ez a törvény, benne volt ez a hamis törvény. Ami nem engedte, itt nem engedte a farizósokat oda Jézushoz. Ugyanez a törvény volt benn Péterben is, amikor átült a pogányok asztalától a zsidókhoz. Tehát Jézus azokkal, amiket tett, odahívta az embereket, szívesen fogadta őket, velük volt, nem mondta azt, hogy emberek, két külön alkalmat fogunk tartani, egy a tisztáknak, a zsidó, a farizeusoknak, az írástudóknak, egy az akadémiai körnek, egy akadémiai beszélgetés, utána meg valami népszerű teológiát is fogok tartani nagyon alacsony szinten nektek. Nem ezt mondta Jézus. És azzal, amit csinált Jézus, ezelőtt úgy gondolták, hogy rossz példát mutat. Rossz példát mutat azzal, hogy bűnösöket enged magához közel. Rossz példát mutat azzal, hogy evangéliumban olvassuk, hogy megfogta a leprást. Rossz példát mutat, ez nem szabadna ilyet tenni. Nem szabadna, és egy tanító, az tudja pontosan, hogy bűnösökkel, paráznákkal, adószedőkkel, egyéb emberekkel, akik nem mehetnek be a templomba se, azokkal kint sem lehetünk közösségben. Mert tisztátalanná tesz bennünket. Jézus pedig ezzel rossz példát mutatott, hogy ez ennek ellene ment, ennek a törvénynek. És mindenkit tudta tehát, hogy vagy a vallási elittel beszélget, vagy a bűnösökkel. Jézus az utóbbiakat választotta. Az érdeklődő, megtérni vágyó bűnösöket választotta. És ez fájt nekik. Ez fájt nekik. De Jézus meg is magyarázza, hogy miért őket választotta. Meg is válaszolja azt, hogy miért részesítette előnyben ezeket a bűnösöket.
És a válasz a negyedik, hetedik igevers. Úgy olvastam már, ha valakinek közöletek 100 juha van, és elveszít egyet közülük, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy el addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi vállára örömében, hazamegy, meghívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyekben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Mi ez a kép, amivel tanít, amivel szóhoz, amivel megmagyarázza, hogy miért nem titeket részesítelek előnyben? Miért ezeket a nyomorult bűnösöket, akiket ti megvettek, akikkel nem tudtok közösséget vállalni, mert hogy ti is bűnösök lesztek, beszennyeznének titeket is. Miért hagyom magam? Miért teszem ki magamat az ő társaságuknak? És ez egy általánosan ismert képet hoz fel, ami többször megjelenik a különböző rabbinikus iratokban. Ez a 100 juhnak a képe, amiből ugye van 99 meg 1. Ezt a feldarabolást, ezt a tagolást, ezt nagyon sok rabbinikus iratban látjuk. És egyébként egyebütt a Közel-Keleten is. Egy kisemmizett embernek a vallomása egyébként, vagy egy mondása a kisemmizett embernek az, hogy a bátyámnak van 99 juha, nem, nekem meg csak egy anyajuhom van. Bátyámnak jutott a 99, nekem meg az 1. Ki vagyok semmizve. Egy anyajuhom van, mit csináljak vele? Senki nem fogja elhívni, odahozni a bakját, hogy nekem fialjon. Meg vagyok vele lőve. Meg vagyok vele lőve. Továbbá Izrael sok helyen a Bibliában, mint Isten nyája szerepel. Mint Isten nyája szerepel, nyissuk is ki, lapozzunk oda egy pár helyre. Lapozzunk oda a Zsoltárok könyvében, mondjuk a 95. Zsoltárhoz. 95. Zsoltárnak a 7-es igeversében ezt olvashatjuk, hogy mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőinek népek, kezében lévő nyáj vagyunk. Nyáj vagyunk az ő kezében. 100. Zsoltár, 3. igeverse. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övé vagyunk, az ő népe és legelőinek nyája. Aztán az Ezékiel 34, és erre majd később vissza is fogunk térni az Ezékiel 34-re. Az Ezékiel 34-ben ezt olvashatjuk, 2. igevers. Így szól az én uram, jaj, jaj Izrael pásztorinak, akik maguknak legeltették, hát nem a nyájat kell legeltetnünk a pásztoroknak? Itt, és az egész Ezékiel tulajdonképpen Izrael, mint nyájról beszél, és majd még egy szakasz föl fogunk olvasni. Tehát a kép az ismerős volt. Mind a 100, a 99, egy felosztás is, mind az is, mind annak a képe is, hogy a nyáj az Izraelnek a képe. És ezért még végén erem ért, és sőt, még a magyarázatot nem mondta el Jézus, addig dicsérőnek is vehették. Mintha Jézus elismerte volna, hogy ők Izrael vezetői, akik a népet legeltetik. Mert egyébként ugye, ha megnézzük ezt, kinek a helyébe kellett magunkat behelyettesíteni? Jézus azt mondja, hogy hát, ha nektek lenne 100 juhotok, be kellett helyettesíteniük magukat a gazda szerepébe.
akik annak a szerepébe, aki a nyájnak a tulajdonosa. És aki a nyáj tulajdonosát Jézus úgy jellemezte, hogy természetesen mindent megtesz a juhainak a biztonságáért. Aki felelősségteljes, aki gondját viseli az egész nyájnak, és felkeresi azt az egyetlen egyet is, nehogy elvesszen. És a juhok, azok nagyon végtelenek. Ha egy juh észreveszi, hogy ő elveszett, akkor a juh az nagyon könnyen meg tud ijedni. És kétségbeesésében nem tud mit csinálni, eldől oldalra. A juhászok elmondása szerint ez így szokott zajlani. Eldől oldalra, és nem tud föltápászkodni. Kapálózik, kapálózik, egy idő után meghal. Belehal az egyedül létbe. Belehal abba, hogy nincs, aki segítsen neki. Egy nagyon kiszolgáltatott állat a juh. Tehát a gazdának minél előbb utána kell eredni az elveszett jószágnak. Minél előbb utána kell eredni, mert esetleg széttépik, már az állatot meghal, oldalára esett, felfúvódott, rosszat evett, rosszárságba keveredett, stb. Föl kellett keresni. És volt is egy ilyen ilyesmi szabály akkoriban, hogy tulajdonképpen mindenképpen, valahogy mindenképpen fel kell kutatni, meg kell találni az állatot, még hogyha farkas szájába is ráncigálja ki az utolsó csontját, akkor is meg kell találni a saját juhát. És látjuk azt is, hogy ez a gondos gazda mit csinál. Hogy ezek a farizósok mit csinálnak, ha egyetlen egy elveszettet is megtalálnak Izrael népéből. Ha valaki oktatás, ugye a farizósok voltak azok, akik az oktatási rendszert létrehozták Izraelben, akik azt üzemeltették, és mindenkit megtanítottak, és az egész nép tanítói voltak tulajdonképpen. Az egész népet hordozták. Ha valaki letért az útról, akkor mint jó tanár a diákját helyreigazította. Ráigazította a helyes ösvényre. És azt látjuk itt, hogy amikor megtalálja, akkor ennek örül. Örül, hogy átadta a tudását, és az helyesen tudja Istent dicsérni, helyesen tudja végezni a különböző szertartásokat. Mert azt látjuk itt, hogy ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, és viszi, és hazaviszi. És tetszhetett nekik ez a kép, ez az ismerős kép, amikor valaki a nyakába veszi úgy, hogy az egyik oldalt lógnak az első lábai, a másik oldalt a hátsó lábai, azokat összekötve fogja, a gyomra ugye a tarkójánál van a pásztornak, és viszi haza a 15-től 35 kilóig lévő állatot, ugye nagyságtól és egyébtől függ a súlya, viszi haza ezt az állatot. Cipel magán mindegy 30 kilót. És örül. Nem veri össze az állatot. Örül neki, hogy megtalálta, és hogy épségben van. Majd örömünnepet ül barátaival és a szomszédaival. És eddig, bár hiányos a történet, például mi történt a nyájjal? Visszament a nyájhoz, letette oda azt a bárányt, amit megtalált, és úgy mentek haza, vagy hogy ment haza, nem mondja el nekünk, hogy mégis mi történt. A fantáziára bízi, hogy kiegészítse a történetet. És a fantázia pedig egy ilyen történetet, ugye ők tudják azt, hogy egy nyáj
esetleg több pásztor volt, akkor az egyik elment, az nem volt olyan nagy gond. Vagy ha egy pásztor volt, akkor biztonságban helyezte közbe a nyáját, vagy rábízta egy másik pásztorra addig az ideig, vagy egy barlangba beterelte őket, úgyhogy addig ott maradjanak, vagy valamit csinált, amit abban az időben szoktak a pásztorok, hogy ne legyen egyedül a nyája. A nyájat nem szokták egyedül hagyni. Ezért mindenki hozzá gondolhat, hogy ja igen, a nyáj utána biztos hazament, biztos a nyáj is rendben van. Tökéletes történet. Ti vagytok azok, hát nem ti vagytok azok, mondja Jézus nekik, akik ha elmegy egy bárányotok, akkor elmentek érte, fölveszitek örömötökben, míg a szomszédotok is meghívják, és ti vagytok a gondoskodók, akik gondoskodtok Isten rátok bízott népéről. És ha Jézus itt befejezte volna, az abszolút dicséretnek fogták volna fel, hiszen megfeleltek volna, mint mondtam, az Ezékiel 34-nek. Az Ezékiel 34-nek a 16-os verse ezt mondja, hogy az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövére és az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogy kell. Ők azt mondhatták volna, ha Jézus itt fejezi be, hú, hát köszönjük, te tényleg nagyon nagyon jó tanító vagy, nagyon jót mondtál most rólunk. Nagyon szeretjük ezt a dolgot. Nagyon jó, nagyon jó. Tényleg látjuk, hogy felkent tanítója vagy Istennek, mert ezt mondtad rólunk. Ellenben ezzel fejezi be. Megint olvassuk a 7-es igeverset. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Mint 99-nek, akinek nincs szüksége megtérésre. De úgy kezdődik, hogy mondom nektek. Mondom nekteket úgy is lehetne fordítani, hogy hogy az az értelme tulajdonképpen, hogy bizonyságot teszek afelől, hogy, vagy biztosítalak benneteket arról, hogy, vagy a szavamat adom arra, hogy. És miről biztosítja őket? Hogy Isten kedvét leli az egy megtérő bűnösben, jobban kedvét leli az egy megtérő bűnösben, mint a 99 igazban, akiknek nincs szükségük bűnbánatra, Istenhez fordulásra. A rabbik szerint a proféták nem az igazakat szólítják fel a megtérésre. És a farizeus, maga a farizeus szó és maga a mozgalom egy szentségmozgalom volt, és a farizeusokat akár úgy is lehetne fordítani, hogy a tiszták, vagy az elkülönültek. Ugye ez elkülönülés van benne a szó eredeti értelmébe, mivel ők elkülönültek, külön váltak a bűntől. Külön váltak a bűntől, teljesen megtartják a törvényt, ugye maguk szerint, és így nincs szükségük bűnbánatra. Ők tiszták. És ez a gondolat jelent meg Manasi imájában is, amire a 2. Krónika 33.12 hivatkozik, és benne foglaltatott egyébként a Szeptuagintában, ami ima kimondja azt, hogy Manasi egy nagyon rossz királya volt Júdának. Kimondja azt Manasi, hogy az igazaknak nincs szükségük megtérésre, nincs szükségük bűnbocsánatra. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak nincs szükségük bűnbocsánatra. A bűnbocsánatnak olyan embernek van szüksége, mint én, aki itt vagyok a láncokban, aki itt vagyok nyomorultan. Mert bűnkövettem el, mert fellázadtam ellened, Isten, mert nem követtelek téged, és az ilyen embernek van szüksége bűnbocsánatnak, mint amilyen én vagyok. És ha így gondolták ezt,
A farizósok is. Úgy gondolták, hogy nekünk igazaknak, nekünk tisztáknak nincs szükségünk bűnbocsánatra. Mi rendben vagyunk. Azt gondolták, hogy Isten minden egyes alkalommal őket választaná. Őket választaná a megtérő bűnösök előtt. Azt gondolták, hogy ők Isten kedvencei. Azt gondolták, hogy náluk közelebb senki sincs, és nem is lehet Istenhez. Náluknál közelebb senki sem lehet Istenhez, mert ők minden egyes apró dolgot megcsinálnak. A levelekből tizedet adnak, minden egyes részletet, megszűrik a dolgokat, mindent megtesznek, minden apró részletet megtesznek, hogy közel legyenek Istenhez. És ezt a képet húzza át Krisztus, mint ahogy a nagyon sok emberi elképzelést áthúz. Ha ma a gyülekezetek komolyan vennék, amiket Jézus mond, amilyen gondolatokat ő negligál, akkor egészen másképpen festenének a keresztény gyülekezet, egészen más lenne a kereszténység. Nagyon sok olyan dolog van, amit tanítás, hozzáállás, gyakorlat a mai kereszténységben, amit egyszerűen föl kéne robbantani, és meg kéne szüntetni. Ahogyan Jézus itt megszünteti ezt a gondolkozást, felrobbantja az ő agyukban ezt a gondolkozást, úgy kéne ma is nagyon sok gyülekezeti gondolatot felrobbantani, gyakorlatot felrobbantani. Azt gondolták itt, hogy ők jó pásztorai a népnek. Mint ahogy most is nagyon sokan gondolják, hogy ők nagyon jó lelki pásztorok. Abszolút nincs így. Abszolút nincs így. Jézus átfordítja a képet, és másképpen osztja le a szerepeket a hetes verssel. Mert eddig a farizeusokos írástudók a nyáj tulajdonosai voltak. A hetes versben megfordítja ezt a képet, és most ők a 99. Ők a 99, akik ott vannak a pusztában. Akiket a tulajdonos, aki már Isten, aki már Jézus pusztában hagy. És ugyan kiegészítettük mi a történetet, de talán a hetes vers fényében egy kicsit másképpen tennénk. Már nem lenne olyan egyértelmű, hogy rendben hazajutott a 99. Hanem ennek a fényében, a hetes vers fényében joggal gondolhatjuk azt, hogy a 99 nem volt része az örömnek. A 99 nem igényelte a tulajdonos a gondoskodását. A 99 a pusztában maradt, a kövek között. A pusztában maradt. Nem igényelte, nincs igényük arra, hogy Istennel közösségben legyenek. Nincs igényük arra, hogy Isten meggyógyítsa őket, mert igaznak gondolják magukat. Az igaz ember, és az igaz, ugye a farizeusi igaz módon mondom, tehát az igaz ember Jézusra néz, és jó társaságot, vitapartnert, esetleg segítséget lát benne. Segítséget olyan értelemben, mint egy személyi tréner vagy mentor, aki mond egy-két okos dolgot, abból én is fejlődhetek, de igazán nem több. Egy jó társaság, egy jó haver. Ugye Jézus a barátom, ami abszolút igaz is, csak nem ilyen haverságot jelent az mégsem. És a bűnös, amikor Jézusra néz, akkor tőle a szabadulást várja. Szabadulást a bűntől, az önigazultságból, a vallásosságtól,
a farizeusok kovászától. Ők elveszettek voltak, elesettek voltak, besokaltak az addig életükkel, sötétségben voltak, és ki akartak jutni. Jeges, szeles idő vett őket körül, és vágytak ki a napra. Most, hogy a tél kezd befejeződni, olyan jó kiülni a napra, olyan jó kin lenni, és érezni azt, hogy a csontjainkat átmelegíti a nap. És visszaemlékeztetünk azokra az időkre, a pár hete, amikor még mínusz 10 fokok voltak. Az ember a csontjáig át tudott fagyni. És most meg kiül a napra, és mindenét átmelegíti a nap. Gondolj bele, hogy nincsen nap, hanem végig csak a csontjaid vannak szétfagyva. Ez milyen érzés? És fúj a szél, és vágytak ki a napra. Jézus szavában ők a fényt, a nap melegét, a szabadságokat találták meg. Egész más, mint amit a farizeusok. Egész más, mint a farizeusok, mert ők nem csak azért jöttek, hogy úgy hallgassák Jézust, nem csak intellektuális tudásért jöttek volna, vagy egy jó délután eltöltött vita alkalomra jöttek volna, hanem azért jöttek, hogy a szabadítót találják meg benne. Hogy megszabaduljanak. Azért jöttek, hogy engedelmeskedjenek neki, mert az ő szavában szabadság van számukra. Ezért részesíti előnyben őket Jézus. Mert ők igazán tisztelik Istent. És lapozzunk oda Máté elhívásához. Máté elhívásához, értelemszerűen a Máté evangéliumában érdemes ezt megnézni, mert a saját beszámolója Máté 9.9-ben, a 9. verstől 13. versig ezt olvashatjuk. Mikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem, az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak a tanítványnak, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, és a bűnösöket, mert hogy igazságot akarok, és nem áldozatot. Egy mai olvasónak szerintem az igazságot akarok, nem áldozatot, nagyon sok mindent nem mond el. Ezért lapozzunk oda. Mert azok az emberek igenis tudták, hogy Jézus mit akart ezzel mondani. Lapozzunk oda a Hóseás könyvéhez. Hóseás könyve a Dániel után van. Hóseás könyve 6. fejezet. A 6. fejezetnek pedig az egész 6-ot olvassuk el. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de be is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnap föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, amely megáztatja a földet. Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a proféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket, ítéletem napvilágra jön, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatot. De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám, Gilead a gonosztevők fárosa, vérrel van bemocskolva. A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda, gyilkolnak a sikemi úton,
Galátságokat követni kell, szörnyű dolgokat látom Izrael házában, ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izrael. Júda számodra is eljön az aratás, amikor fordítók népem sorsán. Tehát látjuk itt azt, hogy mire utal Jézus. Azt mondja Jézus, hogy ugye itt orsásban szeretetet kívánok, nem áldozatot. És előtte pedig azt láttuk, hogy megtérnek, de a megtérésük, az Istenhez való közeledésük, az olyan, mint csak a reggeli pára elmúlik. Az odaszánásuk nagyon gyorsan elmúlik ezeknek az embereknek. Nincsen. A reakciókkal bizonyítják, hogy nem ismerik és nem szeretik Istent. Nem ismerik és nem szeretik Istent. Ismerik a nagy parancsolatot. Ismerik a nagy parancsolatot, szeresd Isten teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. És a második meg az, hogy szeresd a fele barátodat. És azzal, hogy nem szeretik a fele barátjukat, hanem látjuk a leírást Hósásban, hogy miket csinálnak, milyen gonoszságokat csinálnak, ezzel bizonyítják, hogy Isten sem ismerik, Isten sem szeretik. Isten ezt mondja meg, ezt mondja el nekik, hogy ahogy most itt az a reakció, ahogy ezek felé, az emberek felé, a bűnösök felé viszonyultok, jelenti azt, hogy nem szeretitek ezeket az embereket, tehát Isten sem szeretitek. Azért részesítem előnyben, mondja Jézus ezzel nekik, ezeket az embereket, mert ők igenis Istenhez jönnek, és igenis szeretik Istent, és igenis meg akarnak térni, meg akarnak változni, nem csak úgy, mint a felhő, ami egyszer van, aztán utána meg szétbomlik, mint ami nálatok van. És Isten tehát nem az igazat részesíti előnyben, hanem a megtérő bűnöst. És nem a bűnöst részesíti előnyben Jézus, nem a bűnöst részesíti előnyben Jézus, hanem a megtérő bűnöst részesíti előnyben. Milyen jelzője volt Dávid királynak? Dávid királynak az a jelzője volt, hogy az Isten szíve szerint való király. És miért volt ő Isten szíve szerint való király? Mert hős vitéz volt, és írtotta Isten ellenségeit. Mert jóképű volt, mert áldozatokat mutatott be neki. Mert elfoglalta Izrael területét. Nem. Nem ezekért volt ő Isten szíve szerint való, hanem azért, mert töredelmes szívű volt. Mert nem volt képmutató. Nem tudom, hogy melyik király az, akinek olyan belső vívódásairól tudnánk, és olyan apró részletekről, bűneiről tudnánk a világtörténelem, mint Dávidról. És nem csak valamilyen korabeli egyéb műbe jelent meg, ami a Dávid királynak a leleplezése lett volna a címe, hanem magában a Bibliában, magában a tulajdonképpen a zsinók történelemkönyvében jelenik meg, lepleződik le Dávid. Mutatkozik be úgy, mint ember, de úgy olyan emberként mutatkozik be, olyan bűnösként mutatkozik be, akinek töredelmes a szíve. Aki meg akar térni. Aki helyre akarja állítani a bűne után az Istennel való kapcsolatát. Lapozzunk oda az 51. Zsoltárhoz. És olvassuk el
Első verstől a 19-es versekig. Karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, amikor nála járt Nátan próféta, mert bement Dávid Becsabéhez. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen most le rólam a bűnömet, a vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, atyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljon a tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld le minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, az erős lelket újítsd meg bennem, ne vess el orcád elől. Szent lelkedet ne vedd el tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Isten, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Tanítsd meg ajkamat, Uram, és dicséreted hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Ez a helyes hozzáállás Istenhez. Ez minden bűnös ember helyes hozzáállása Istenhez. Ez a helyes keresztény hozzáállás Istenhez. Még egyszer pár igeverset elolvasok ebből. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld le hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előtted van. Tisztíts meg izsóppal, is tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújjanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkém elől, töröld le minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelked ne vedd el tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, ha taníthassam utaira hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Előnyben részesítette a megtérő bűnösöket, mert töredelmes volt a szívük. Mert megőrítették magukat, és azt mondták, hogy az életem nem ér semmit. Nincs semmim, amit Isten elé hozhatnék. Nincs semmi. Te töltsél be, Jézus. Tőled várom az életet. Tőled várom az életet. Legyünk mi is ilyenek. Legyen töredelmes a szívünk. Forduljunk így Istenhez. Amen.